Hatodik hete nevelő egyesülete a nyírbátori ASE edzésközpontjában készül Majoros Bence. A legmagasabban jegyzett magyar férfi asztali teniszező az 59. helyen áll a világranglistán. A legutóbbi szezonban a francia másodosztályú Kárcisz csapatát erősítette Bence. A cél a feljutás volt, de hiába állt az élen az együttes, a szövetség azóta befejezetnek nyilvánította az idényt. A 22 éves pingpongozó már a döntés előtt hazatért Magyarországra. Pont meccsem volt március 11-én, és utána való nap mentem Németországba, és akkor Szudi Ádám is ott volt, és ő jött haza pénteken, mert neki akkor már kiderült, hogy az osztrák liga, mert ő ott játszik, hogy ott is halasztások lesznek, most felfüggesztik a ligát, stb. És akkor nyilván ő is szeretett volna itthon lenni ebben az időszakban, és én még akkor úgy voltam vele, hogy én még maradok kint, mert nekem még nem volt semmi információm így a francia ligáról, hogy meg lesz tartva, nem lesz megtartva, és pénteken reggel adott ki pont egy közleményt a francia asztalitenisz szövetség, hogy ők is most felfüggesztik a ligát, és akkor én így gyorsan összepakoltam, és akkor hazajöttem Ádámmal együtt, mert tényleg sokkal jobb és sokkal biztonságosabb nekünk itthon lenni. Március közepén délkorában rendeztek volna csapatvilágbajnokságot, azt követően az olimpiai kvalifikációs sorozat európai tornáján állt volna asztalhoz Majoros Bence. Ezek a versenyek elmaradtak, így most edzőtábori körülmények között készül a Győrfi Tibor edzésközpontban a két legjobb magyar férfi asztali teniszező. Nagyon vigyázunk arra, hogy kikkel találkozunk, tényleg a lehető legminimálisabb szintre próbáljuk levenni az emberi érintkezést. Gyakorlatilag az olyan nekünk, mint egy edzőtábor, tehát szépen. Fölkelünk, reggelizünk, utána megyünk edzeni, ebédelünk, utána pihenünk, aztán délután 4-től megint edzünk, és akkor este vacsora, utána meg megint csak pihi. Elég monoton, de például ennek az időszaknak az egy pozitív része, hogy tudunk edzeni, tudunk fejlődni a szezon közben, annyira sok verseny van, utazás, hogy ténylegesen edzeni nem sok idő van. Nekem az első két hét volt a legnehezebb, amikor még ugye az olimpia megrendezése is kérdéses volt, hogy lesz, nem lesz, hogyha lesz, akkor a kvalifikáció, és hogyan fog zajlani, az is kérdéses volt. Akkor én nehezebben tudtam magam motiválni arra, hogy most így edzek ilyen körülmények között, de ugye miután megszületett a döntés, hogy elhatják az olimpiát, onnantól kezdve tisztában vált az a helyzet, hogy most egy edzőtábor lesz határozatlan ideig. Úgyhogy most csak élvezem, hogy lehet edzeni, tudunk fejlődni, aztán majd szólnak, hogy mikor kell menni. Mint Majoros Bence elmondta, terveik szerint június közepéig folytatják így a munkát. Azt követően az addigra nyilvánosságra kerülő második félévi versenyprogram tükrében döntenek majd a folytatásról.